A szexárdi, városi szilveszteri partit idén az Antrit Rádió és az Antrit Event rendezi. Máté Péter, önkormányzati képviselő elmondta, a korábbi szilveszteri rendezvények is a város főterén, a Béla Király téren voltak, így idén is kézenfekvő volt a helyszínválasztás. Hozzátette, az előzetes érdeklődés nagy, körülbelül 2-3 ezer vendégre számítanak. Az előrejelzések szerint az időjárás tiszta lesz, nem lesz eső és hó sem. Az hagyomány egy kicsit megszakadt 21-től, a pandémiától nem volt, és most ezt szerettük volna fejleszteni. Ebből a pénzügyi bizottság keretéből, a pénzügyi bizottságnak volt egy maradványa, amire dönteni kellett, hogy vagy elbukjuk, vagy mire használjuk föl, és úgy döntött a pénzügyi bizottság, hogy erre használjuk föl. Vendégulátjuk szexárdiakat egy szilveszteri bulira. Kindl Gábor 5 éven keresztül a Covid előtti időszakban is fellépett a szilveszteri rendezvényen, ez idén sem lesz másképp. A DJ elmondta, megtiszteltetés számára, hogy közel 70 évesen is részese lehet a városi eseménynek. A zenei kínálattal minden korosztály számára szeretnének kedveskedni. A retro az ugye 75-től 90-ig tart, és én pont ebben a diszkóban, vagy ebben az időszakban csináltam a diszkókat, amikor rendszeresen dolgoztam jazz-jockeyként, tehát mondhatom, ugye nagyképpen, hogy a retro én vagyok. Tehát az a korosztály egyébként, de az igazság az, hogy természetesen a mai zenék, a mai átdolgozásokban, én úgy gondolom, hogy az a hangulat, amit egy ilyen szabadtéri, szilveszteri rendezvény ad ahhoz, azt mi megfelelően ki tudjuk szolgálni majd, hiszen kiváló technikával, fényel és minden egyébben olyan kellékkel, italokkal, ahogy elhangzott, hogy minden rendelkezésre áll ahhoz, és bízunk benne, hogy az időjárás jó lesz, minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy nagyszerű szexárdi program szülessen. Kindl Gábor bízik benne, hogy olyan hangulatot fognak tudni teremteni majd, amely megállná a helyét a világ nagyvárosaiban is, például New Yorkban vagy Melbourneben. Az idén van egy érdekessége az egésznek, hogy az idén a 50 éves a hip-hop zene, ugye, szerencsém voltam egy rendezvényen kint New Yorkban, ahol elindult ez a hip-hop zene, és az idei évben egy áttekintést ebből, és nagyon sokan szeretik, a világ egyik legnépszerűbb ilyen zenei műfaja közé tartozik, és abból is egy kis összeállítás lesz, amiket én ott hallottam, ahol ennek az ős hazája van New Yorkban. A szervezők éjfél előtt egy közösségi tánccal is készülnek, amelyben a résztvevőknek egy internetes kihívást kell teljesíteniük.